Kampányunk a szófa, amelyik egy igen jelentős erőfeszítést tesz annak érdekében, hogy minden magyar ember a friss, kortárs magyar irodalomhoz jusson a modern technológia eszköztára kihasználásával, és van itt velünk egy alapító, és van egy vendége, Jászberényi Sándor költő. Úgyhogy szeretném nektek átadni a szót, és mutassátok be egyszer, hogy mi az a szófa, és kérjük Sándort, hogy akkor szólaljon fel a magyar irodalom ügye mellett is. Köszönöm a meghívást. Szóval Kairóból beszélek. Az Árpád azért kért meg, hogy beszéljek egy pár szót az ő projektjéről. Árpád, itt vagy velünk? Igen, itt vagyok. Tehát nagyon egyszerűen összefoglalva, a szófa az egy olyan portál, ahol havi előfizetési díjat cserébe irodalmi folyóiratokat kínálunk online, és ezt emellé teszünk még mindenféle más saját tartalmat is, hogy még érdekesebb legyen a weboldal. Na most ugye mindenki azt mondja, hogy ez a jövő, és hogy majd egyszer tényleg így fogják terjeszteni általában a folyóiratokat, és az irodalmi folyóiratokat is. Hát az a kérdés, hogy nálunk elkezdődött-e már a jövő, és hogy vajon tényleg hajlandóak-e az emberek internetes tartalomért, szöveges tartalomért, szépirodalomért, kortárs magyar irodalomért pénzt fizetni. Mert ugye azért a magyar embernek van egy olyan szokása, hogy vagy legalábbis idáig volt a járvány előtti korszakig, hogy ilyen irodalmi alkotásokért nem nagyon akart fizetni az ember, hanem ugye, ha lehet, akkor így úgy valahogy letöltötte, megszerezte, és így tovább. Na most az a kérdés, hogy itt ebben tudunk-e valamiféle változást hozni, és ugye azért, ami még nagyon fontos volna a szófából nekem, az az, hogy ugye én nagyfelől azt látom alkotóként is, meg magyar tanárként is, hogy nagyon jó a kortárs magyar szépirodalom. Nagyon persze egyenetlen meg változó színvonalon alkotnak a szerzők, de sok nagyon jó írás van. És ezek az írások nem nagyon jutnak el a közönséghez, vagy nagyon vékony az a réteg, akikhez eljut. És hogyha tulajdonképpen a szófának az az alapötlete, hogy próbáljuk meg közvetíteni ezt a kortárs magyar irodalmat egy teljesen másfajta közönségnek, mint akik idáig ezeknek a hagyományos folyóiratoknak a megrendelői voltak. És vagy előfizetői voltak. Tehát ugye ez néhány száz, vagy maximum néhány ezer fő volt, mi ezt szeretnénk sokkal-sokkal nagyobbra nyitni. És ugyanakkor szeretnénk ebből az önként vállalt karanténből, ugye, tehát egyfelől ezeket a folyóiratokat sújtja az, hogy állami pénzből élnek, ezért nyilván ez jelent egyfajta pórázt, kimondva vagy kimondatlanul. Másfelől pedig jelent egyfajta védettséget is a folyóiratoknak, hiszen nincs meg bennük nincs bennük a piaci kényszer. Tehát nem kell nekik minden áron eladniuk a lapokat, nem kell nekik minden áron olvasókat találni. És arra gondoltam, hogy a szófa talán arra is megfelelő fórum volna, hogy egy ilyen visszacsatolást jelentsen a folyóiratok számára. Hát ezt jelenti a szófa nekem. Sándor, de amikor elkezdtem neked beszélni egy kicsit erről a szófáról, meg projektről is megkértelek, hogy add hozzá a neved, akkor mit találtál te ebben a dologban érdekesnek? Miért gondolod úgy, hogy ez neked személy szerint is fontos? Annyit még hagyd mondjak el a Sándorról, hogy aki esetleg nem ismerni a nevét, én szerintem most Jászberényi Sándor az egyik legérdekesebb, meg leginnovatívabb magyar elbeszélő, és hát nagyon más utakat választ, talán ennyit mondhatok most így a nem szakmai közönségnek is, mint ahogyan azt általában a magyar irodalomban megszoktuk. És ugye a legutóbb jelent meg a utolsó regénye, vagy hát ami a Varjú király, ugye most már itt a karanténes idők alatt, és megy egy nagyon jó
színházi feldolgozás is ugye a lélek legszebb éjszakája az Örkény Színházban. Ez megnézhető online streamben is, ezt bátran ajánlom mindenkinek. Jó, tehát akkor ennyit a Sándorról, és akkor az a kérdés, hogy, hogy vajon te milyen fantáziát látsz ebben a projektben? Nézzétek, én azt mondom, és azért adtam meg az egész projektet az elemet, mert nagyon jó ötletnek tartom. Egyrészt nagyon praktikusan önös érdekeim vannak, én Afrikában élek. Ez azt jelenti, hogy ha meg akarnám venni az irodalmi lapokat, akkor alsó hangon 3 hónapos csúszással kapnám meg a legújabb lapot. Ugye szakmai okból én azért olvasom a kortárs magyar irodalmat, elsősorban a kritikusaimat, és utána ezeket szétlőm a pisztolyommal, hogyha olyan van szó. De hogy nem a kritikusokat, a lapokat. És hogy az igazság az, hogy ez egy vicc volt, hogy nehogy senki komolyan gondolja. Szóval, hogy az igazság az, hogy ugye Magyarországon a szép irodalmi folyóiratok, illetve a művészeti folyóiratok, és tisztelt a kivételnek, azok megrekedtek az 1970-es évek szintjén. Tehát olyan büdzséből dolgoznak, és ahogy ezt az Árpád is mondta, hogy állami támogatásból ott ülnek a szerkesztőségben, havi lapokról beszélünk, egy negyedéves lapokról, iszonyatos büdzsével, amit csak államfinanszírozással lehet csinálni, és elképesztően pocsik a terjesztésükre. Hadd mondjuk egy példát, a Hévíz folyóirattól kezdve, mondjuk az Erdélyi Látótól, mire az Erdélyi Látót, ugye Magyarországon egyáltalán tudnod kell, hogy hol tudod megvenni ezeket a lapokat, mert nem mindenhol kapható, egyre szűkebb, ugye nyilván olyan profitorientáltak az elosztók és a terjesztők, tehát egy 500 ezer példányban adott irodalmi lapot egyszerűen nem ír meg a polcokon tartani, mert olyan lapoktól veszel helyet, amit többen megvesz. Tehát kiszorul a kulturális magazinok, kiszorulnak a standokról, meghatározott helyeken lehet kapni. Budapest istenes, ott van az írókboltja, ott van néhány nagyobb könyvesbolt, ahol kaphatóak az irodalmi lapok. Tehát ahol van egy igény arra, hogy akkor az Erdélyi Látó, azért például az Erdélyi Látó van, mert ugye elég messze van, semmi másmilyen. És de ott van a Székelyföld, vagy bármelyik ilyen lappal, az Esővel, ami pont a repertoárban van benne a Szófának. Tehát ezek nagyon nehezen élnek el Pestre, tehát erre ki van lőve, tehát ez van, hogy még ha akarna is olvasni egy fiatal értelmiségi, tehát egy bölcsész, vagy egy értelmiségi pályán működő ember, gyakorlatilag meg kell harcolnia és közel harcba kell kezdeni azért, hogy hozzájusson ezekhez a példányokhoz. És azt gondolom, hogy azért nagyon jó ez a kezdeményezés, mert valójában ebben a légüres térből, ebből a zárványból, amiben az elmúlt 20 évben léteztek az irodalmi folyóiratok, bekerül az online térbe, olvasható. Igazából az áruk sosem volt kérdés, tehát nem tétel 1000 forintos irodalmi lapoknak az ára. Viszont az, hogy egy helyen online megnézhető, az gyakorlatilag az egyetlen válasza arra a világra, amiben most elkezdtünk élni. Nem a karanténra gondolok, hanem arra, hogy minden a számítógépen zajlik. Minden az online térben zajlik. El is hangzott az a közös kívánságunk, hogy előbb-utóbb minden lap a Szófára kerüljön. Ugye, Árpád? Ez lesz a cél. Igen. Tényleg... Hát a minden lap azért az valószínűleg túlságosan nagy, de hát ilyen távolati célnak ki lehet tűzni ezt is. Ezért indítottuk el ezt a kampányt, hogy tényleg ezt az ügyet támogassuk, hogy a friss magyar irodalom, akár az Afrikában élő magyar szerzőkhöz is villámgyorsan eljusson. Hát én erre a témára még visszatérnék, Sándor, hogyha megengeded, mert nagyon izgalmas a te életpályád és az élettudat. Ugye a Szófa kampány is még 2 hónapig tart. Én szeretném, hogyha egy következő alkalommal részletesebben hallhatnánk rólad is az életutadról és az életművedről. Úgyhogy majd megbeszéljük itt a Szófás alapítókkal, hogy kerítsük újra sort erre az alkalomra. Most ez csak egy kick-off volt, vagy a bemutatkozó eseménye a Szófa kampánynak, de sok-sok hírt meg fogunk még erről osztani. Úgyhogy, de tovább haladunk a